Tisztelt elnök úr, képviselő asszony és képviselő urak, tisztelt államtitkár úr, engem a vitában nem az vezet, hogy csetepaté legyen, hanem az oktatás színvonala, és az érdekel, hogy valóban önnek és a kormánynak ténylegesen mi a véleménye. Önök az elmúlt durván egy hónapban engedetlenség miatt, fegyelmi okokból 13 tanárt bocsátottak el. Olyanokat is, akik az ország legjobb gimnáziumainak tanítói, tanárai. Olyanokat, akik érettségire készítik fel a diákokat, és csoportjuk, osztályuk néhány hónap múlva érettségizni fog. Azt akarom mondani, inkább kérdezni, tényleg, ki az engedetlen? Tisztelt államtitkár úr, szeretném idézni, ön úgyis az idézeteknek bajnoka, egy volt elődjét. Kérem szépen, hogy tiszteljen meg azzal, hogy meghallgatja. Azért mondtam le, mert úgy éreztem, becsaptuk a tanárokat. Megalkottunk egy törvényt, a kapcsolódó rendeleteket, kitaláltunk és bejelentettünk egy rendet, majd Matolcsi miniszter úr 2012 végén azt mondta, nincsen pénz a pedagógus bér minimálbérhez kötésére. Én pedig úgy láttam, az nem működik, hogy rászakad a tanárokra egy új szisztéma, elvárjuk a minősítést, a több munkát és adminisztrációt, de a magasabb fizetést nem garantáljuk. Ez Glovicki államtitkár úr mondta most november 14-én az ön egyik elődje. 13 remek embert utcára tettek, kirúgtak. Ki az engedetlen államtitkár úr? Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence miniszterhelyettes úrnak, parancsol. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Szerintem abban megállapodhatunk, hogy Magyarországon bárki, aki él a törvények sztrájkjogával, aki él a törvények biztosította demonstrációs lehetőségével, senkit semmilyen hátrány emiatt nem ért. Nem volt ez mindig így Magyarországon, emlékszünk 2006-ra, de most nem így történik. Most bárki sztrájkolhat, az előző felszállásomban elmondtam ennek a törvényi feltételeit, emlékezhetünk erre, hogy a korábbi szabályozás mi volt? Benyújtották a sztrájkolással kapcsolatos írományokat, az igényt, hosszú tárgyalás következett, majd bírósági döntés, és eltelt kb. Fél év a sztrájk meghirdetése és megtartása között. Most ez lerövidült 5 napra. Nem fél évig kell várni, hanem 5 napig. Az 5 nap szerintem gyorsabb, mint a fél év. Szerintem ez egy tervezhetőbb módja a törvényes munkabeszüntetésnek, hogyha 5 nappal korábban kell ezt megtenni, világosabb, objektívabb a követelmények, mert lehet, hogy amit fél évvel korábban mondtak, ahhoz képest fél évvel később valami más az, ami a követeléseiknek mondjuk az első része lenne. Nyilvánvalóan a béremelés az mindig az egyik legfontosabb követelés lett. Ezt szögezzük le, hogy törvényes módon a sztrájk gyakorlása, törvényes módon a gyülekezés, demonstráció mindenkinek adott, és emiatt senkit semmilyen hátrány nem ért az elmúlt hónapokban, és ezt nyilván a későbbiekben is megtehetik. Ami pedig Glovicki urat illeti, szerintem ön is ismeri, én is jól ismerem, sokszor beszéltünk vele. Miután egy oktatási helyettes államtitkár volt, utána az oktatási hivatalt vezette, most pedig a belügyminisztérium legfontosabb oktatási szervének, tudományos tanács, oktatási tagozatának a vezetője, tehát mind a mai napig is folytatja a kormányzat körében a tevékenységét. Emellett Vácon is egy fontos rektori tisztséget visel a Szaporvilmos Katolikus Főiskolán, de a kormányzatnak is ugyanúgy segíti a munkáját, mint hogy 2010 és 2012 között tette. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Örömmel hallom, hogy úgy gondolnak rá, már a volt államtitkár úrra, hogy segíti az önök munkáját, mert idézem még egyszer, azért mondtam le, mert úgy éreztem, becsaptuk a tanárokat. Akkor hallgassák is meg. De államtitkár úr, hogy a lényegi részre térjünk. Van egy vita. Ez a vita onnan kezdődött, hogy megszegték az ígéretüket, és másfél-két év után nem kötötték már a minimálbérhez a pedagógusok fizetését, illetve alapfizetését.
Ez volt a kezdőpont. Ezután elkezdtek tiltakozni a tanárok, majd önök folyamat közben megváltoztatták a szabályokat, folyamat közben változtatták meg a tanároknak sztrájkhoz fűződő jogát, majd most azt mondják, hogy törvénytelen. Ez olyan, mint amikor a foci meccsen a 47. percben rájönnének, hogy mégis egy kapura szabad csak játszani, és nem kettőre. Folyamat közben változtatták meg a törvényeket. Ezért van a tiltakozás, ezért nem tudnak a tanárok és a diákok egyébként önökkel egyetérteni. Köszönöm, képviselő. Tisztelt országgyűlési viszontválasz illeti meg miniszterhelyettes urat, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Szerintem ritka az olyasfajta sztrájk, ritka az olyasfajta demonstráció, amikor az első tüntetés első felszólalása, vagy az első sztrájknap előtt a kormány már rögzíti azt, hogy teljes mértékben egyetért a sztrájk követeléssel, a demonstráló követelésével, és valóban a kormány is bért kíván emelni, és elfogad olyan költségvetést, amely erre a béremelésre is tartalmazza a fedezetet, azzal a több mint 80 milliárd forinttal, ami többletként szerepel az oktatási költségvetésben. És elmondjuk, hogy mivel a járvány után van ilyen lehetőségünk, hogy béremelésre is fordíthatjuk az EU-s forrásainkat, azoknak is egy nagyon jelentős részét, a humán térre érkezőknek a többségét arra fordítanánk, hogy abból is pedagógus bért emeljünk. És ez persze jó lenne, hogyha a magyar ellenzék sem akadályozna ezt Brüsszelben, hanem esetleg erősíteni. Tehát ez szerintem már önmagában egy különleges helyzet, hogy azelőtt támogatja a kormány a sztrájkok legfőbb követelését, mielőtt a sztrájk elindulna. Azt pedig önre bízom, hogy melyik ön szerint az előnyösebb szabályozás egy sztrájkot tervezőnek. A német, ahol nem lehet sztrájkolni, a régi magyar, ahol fél évig kellett a bíróságra menni és a bíróságon pereskedni a még elégséges szolgáltatásról, vagy a mostani, ami 5 nap alatt automatikussá teszi a sztrájkolásnak a lehetőségét, ahogy ezzel nagyon sokan éltek is, és mi ezt teljes mértékben tiszteletben tartottuk. Köszönöm szépen!